Kedre virradóra jelentős mennyiségű hó hullott Fejér megyében, az addigi 7-8 centis hórétegre újabb 5 cm friss hó esett. Az alsóbrendi utak zöme nehezen járhatóvá vált, a főutak havasak, hókásásak voltak. Ám a nagyobb gondot az erős szél jelentette, jelentős hófúvások alakultak ki a várostövező főutakon. A Zámoly felé vezető úton is erős a szél, ezért komoly hófúvások alakultak ki, az út pedig csúszik, stábunk is becsúszott az autójával az árokba. Az autót végül a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki a hófogságából. A dolgokat nehezítette, hogy az út mentén több mint egy méteres hóréteg borította a talajt. Az erős hófúvás miatt hiába jártak a kotrógépek folyamatosan a főbb útvonalakon, a szél szinte azonnal visszahordta az útpályára a porhavat. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott a havazás és a szél. A kora délelőtti órákig a nagy hó miatt lezárták a Székesfehérvár-Sárbogárd vasútvonalat, mert a szél méteres havat hordott a sinekre, így járhatatlanná vált a pálya. Itt Iszka-Szentgyörgy környékén is problémákat okozott a hófúvás. Kora reggel egy 4 tagú család akadt el a hóban. A szülők 2 gyermeküket vitték volna az iskolába, de végül a hófogságába estek. Tűzoltók segítségét kérték, akik végül egy traktoros közreműködésével szabadították ki a járművet a hóból. A járőrök éppen útbejáráson voltak, akkor vették észre a bajba jutott utasokat. Előbb ők maguk próbálták meg a náluk lévő ásókkal kiásni a család autóján, majd segítséget kértek a tűzoltóktól, akik végül is egy traktoros közreműködésével tudták kiszabadítani a járművet a hóból. A megyei katasztrófavédelemnek egyébként a tűzoltósággal együttműködve összesen 25 esethez kellett kedvestéig kivonulnia. Az események nagy része az tulajdonképpen a hóban elakadt járművek mentését tette ki. Ezen kívül volt néhány olyan eset, ahol a hó súlya alatt meghajolt fát kellett eltávolítani. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejér megyei igazgatójának tájékoztatása szerint elzárt település nincs a megyében, ám ha a szél nem csillapodik az éjszakai órákban sem, ez még változhat. A helyzet normalizálása az a szél megszűnése vagy jelentős csökkenése után várható. Ezt az esti éjszakai órákban prognosztizálják a meteorológusok. Várhatóan azután tud a helyzet normalizálódni. A hóhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelem azt kéri a lakosságtól, hogy hosszabb útra személygépkocsival csak akkor induljon el, ha a szél erőssége csillapodik. Amennyiben valaki mégis elindul és elakad a hóban, a 105-ös tűzoltósági vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén tud segítséget kérni.